Palánki Ferencet 1994-ben szentelték pappá, 2011-ben püspökké. Ferenc pápa 2015. szeptember 21-én nevezte ki a Szent II. János Pál pápa által alapított Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye második püspökévé. Ugyanezen év november 14-től vezeti az egyházmegyét. Az azóta eltelt esztendők bizonyítják, hogy főpásztori szolgálata igen gazdag a gondjaira bízott lelki és anyagi természetű javak megőrzésében, gyarapításában, valamint bővelkedik újításokban a vallási műveltség szintjének emelése és az öntudatos keresztény közéletiség fejlesztése érdekében. Nekem volt egy jó szakmám, vezetékes távközlési üzemmérnök vagyok. Akkor, amikor én ezt a diplomát megszereztem 1986-ban, akkor futott föl a telefon Magyarországon. Tehát én mondjuk lehettem volna, vagy lehetnék egy gazdag ember abból a szakmából, de nekem nem ez volt a legfontosabb, hanem az, hogy valamit tenni az emberekért. Nagy szavak ezek, de tulajdonképpen ez a legegyszerűbb dolog, hogy azzal, akivel találkozom, a találkozó után egy kicsivel örömtelibb vagy boldogabb legyen az élete. Számomra egy találkozás az mindig ünnep tud lenni, hogyha a szeretetben valósul meg. Miért? Nem csak a két ember miatt, hanem azért, mert a szeretet az maga az Isten. És akkor Isten is jelen van. És ahol Isten jelen van, ott nincsenek hétköznapok, csak ünnepek. Szívügyének tekinti a felnövekvő nemzedékek keresztény nevelését. E cél megvalósításáért vállalta több oktatási nevelési intézmény fenntartását, felújítását és újak építését szerte az egyházmegyében. Debrecenben a több célú Szent József köznevelési intézményben több mint 1000 gyermek lelki fejlődését kísérik figyelemmel, és épül a 8 osztályos, 16 tantermes Szent György általános iskola Debrecen Józsaváros részen. Magasfokú hivatástudattal, ökumenikus gondolkodással, minden jó akaratú ember felé megnyilvánuló nyitottsággal és fáradtságot nem ismerő munkabírással végzett megyéspüspöki szolgálata szerves részét alkotja Debrecen és a vármegye értékőrző, értékgyarapító életének. Egy püspök, egy pap nem az elefántcsontorony tetején lakik. Ott kell lenni az emberek között. Én nem szégyellem azt, hogy én elmegyek bevásárolni, bemegyek a boltba, köszönök az ismerősöknek, megszólítható vagyok. Szent Ágoston, aki az egyik legnagyobb hatású teológus és püspök, ő mondta azt, hogy veletek vagyok keresztény, értetek vagyok püspök. Ez egy óriási gondolat. De hát tényleg ezt igyekszem megvalósítani, hogy valóban együtt, egy közösségben haladunk, de azért nekem van egy olyan feladatom, hogy ezt a közösséget összekössem az éggel. Hogy ez mennyire sikerül, igyekszem.